Egy kisgyermek számára a legfontosabb, hogy megfelelően szocializálódjon, mondta Pusztadobosi Gyerekház vezetője. Centnárné Márton Tünde azt hangsúlyozta, az ország valamennyi pontján a gyerekházak elsődlegesen a gyermekek fejlesztésére koncentrálnak. A gyermekek szüleikkel együtt színes játékokkal teli szobákban vehetnek részt különböző foglalkozásokon. Körülbelül 35 gyereknek adunk most férőhelyet a gyerekházban, hiszen minden olyan családot várunk, aki 0-5 éves korú gyereket nevel. A rendezvényen elhangzott, a gyerekházak képviselői egy évben többször is részt vesznek úgynevezett regionális szakmai műhelyeken, ám országos találkozót csak Pusztadobos szervez. A gyerekházak országos találkozóját második alkalommal rendezzük meg. Tavalyi évben első alkalommal saját ötletem alapján találtuk ki ezt, hogy találkozzunk a gyerekházak dolgozóival. Az országban nagyon sok gyerekház működik, egy olyan alkalom ez, ahol kerti-parti szinten találkozhatnak a munkatársak, dolgozók, és gyakorlatilag spontán beszélgetések alkalmával a szakmáról, egyéb dolgokról tudják azokat a kérdéseket megvitatni, amelyek egy év alatt megfogalmazódnak bennük. A rendezvényen elhangzott, a 2013-ig tartó uniós költségvetési ciklusban több mint 100 gyerekház létesült Magyarországon. 11 gyerekház van, amely már a hazai rendszerben van, mert a gyerekházak, miután egy uniós fejlesztési szakaszon túlesnek, már hazai támogatásban részesülnek, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontosnak tartja a kormányzat is, hogy a gyerekházak hosszú távú fenntarthatósága biztosítható legyen. Egyébként Szabolcsban összesen 30 gyerekház van, 11 az, amely már a hazai rendszerbe állt. A gyerekesi programok felelőse hozzátette, a gyerekházak innovatív, új logikával működő nevelési intézmények. Működésüket az állam továbbra is biztosítja majd, hiszen a következő évben további gyerekházaknak jár le az uniós támogatása.